Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Íme még egy roadshow. Igazából úgy gondoltuk, hogy megmutatjuk nektek a Game of the Year Edition-t, ami igazából csak egy beszélgetés lesz azokról a játékokról, hát mert ha túléljük itt a kanyart. Így van, mint a Central kolléga kicsit le akarna. Hát, na, no, még egy kicsit. Szóval annyi, hogy csak azt akartuk megmutatni nektek, hogy végül is, vagy elmondani inkább, mert megmutatni ugye csak az utat szoktuk, hogy végül is mik azok a játékok, amikkel játszottunk 2012-ben, és amik szerintünk, majd a végén választunk egyet, ami nyilván nem lesz meglepő, ami szerintünk Game of the Year volt. Így van, mert... No, kezdjünk! Dungard, téd az első. Az enyém? Na hát akkor kezdjük mondjuk a szerepjátékokkal, amiből nagyon-nagyon gyenge volt a felhozatal idén, viszont volt egy, ami mindenképpen minden platformon, ha megerőztük a Range Rovert, utána folytatom. Tehát minden platformon vitte a pálmát, és nekem nagyon-nagyon tetszett, sőt, még a tavalyi éllovasnál, ami mindent megnyert, ugye a Skyrim még annál is jobban tetszett. Ez annál volt, is jobban? Annál is jobban tetszett, így van, ez volt a Witcher 2. Hát, ja, oké. De miért? Hát azért, egyrészt, jó, lehet mondani, nagyon volt skriptelve. Tehát tényleg egy nagyon skriptelt játék, történetcentrikus, karaktercentrikus, nem nagyon mehettél sehova se félre, azt kellett követni, amit az írók kitaláltak, azokat a szálakat, viszont azon belül hatalmas volt. Tehát egyszerűen a történet, a karakterek, baromira lehetett imádni, nem szeretni, utálni őket bizonyos pontoknál. Egyszerűen igen, nagyon-nagyon jól volt kidolgozva. Tehát nekem előtte még mindig ott van az a jelenet, mikor az első chapter végén ugye hajóznánk kell, hogyha az elfek oldalát választjuk, és akkor a gonosz polgármester, nem mondunk nevet, Laredónak hívják egyébként, mondja, hogy álljatok meg, adjátok meg magatokat, mert különben megöljük az asszonyaitokat, és akkor az elf vezér meg bátran visszaszól, hogy a mi asszonyaink készen állnak a halálra. Tehát ez úristen. Tehát nem tudom, mondjuk a hatalmas. Skyrim sikere meg pont abban volt, ugye, hogy sandbox volt, és gyakorlatilag bárhova lehetett menni. Pontosan akárhova mész, viszont azt hozzá kell tenni, hogy a Bethesdáról azt tartják, hogy ő kiad valamit, és akkor a modderek majd játékot csinálnak belőle. Tehát ez volt az oblivion. Egyébként, micsoda, úgy látom, hogy Tél azért betett az ablaktörlőknek. Igen, nekem pont ezzel volt bajom, egyébként a Skyrim-mel pont jó végigjátszottam ugye mindenféle kiegészítőt hozzá, egyetlen egyet nem, a legutolsót. Azért, mert nem tudtam elkezdeni, tehát be van glitchelve a kimentett állásomnál, nem tudom miért. Úgy kellene elkezdeni ugye a Dragonborn-t, hogy megjönnek ezek a maszkos kultisták, meg minden, és akkor nem jönnek meg a kultisták. Nincs kultista! Akkor utána elmegyek ebbe a, nem tudom, arra a helyre, ahol ott lenne a hajó, nincs hajó, nincs semmi, és akármit olvasok, egyszerűen semmilyen title update, semmi nem segít, és akkor, szóval egyébként kicsit elegem lett ebből az egészből. Egyébként borzalmasan glitches, tehát én is hányszor volt ön, mondjuk szerencsére csak mellékküldetéseknél akadt ki az eredeti Skyrim PC-n, hogy menjen Jarlhoz, és akkor ő majd mond valamit. Hát, baszott mondani valamit, elnézést a kifejezésért. Igen. Csak ült a helyén és lesett rám, hogy nem tudta, pedig a kis nyíl ott volt a feje fölött, hogy neki bizony mondani kéne valamit, és az alapján indulhatnék el küldet, és hát nem mondott semmit. Szóval rengeteg helyen megakadt, a szereplők nem voltak ott, fölakadtak a szereplők, álltak a fal előtt és néztek, mikor jönni kellett volna velünk. Igen, hát, igen, hát, mondjuk híres a bagokról, mondjuk ez, nem tudom, nekem igen. Még így is ez egyik kedvenc játékom. Na jó, akkor RPG-ben azt mondod, hogy... Én azt mondom, hogy Witcher, egyértelmű, Witcher 2. Legyen. Jó, nézzünk, mivel játszottunk még? Mivel játszottunk? Nem is tudom. Figyelj! FTL! FTL! Na, az FTL ez egy jó játék volt. Na, nagyon sokan nem játszottak vele szerintem, hogy éppen nem értették, hogy mi akar ez lenni, ez a kis hülye űrhajó szimulátor. Holott annyira, tehát sokan mondják, hogy a Dark Souls az nagyon nehéz, meg így, meg úgy, meg amúgy. És hát igazából nem a Dark Souls-ra kell azt mondani, hogy nagyon nehéz, hanem az FTL-re, amikor elindulsz, és nincs másik lehetőség, hanem mi történik? Kihal a hajót, érted? Szépen elugrasz egy nebulába, és akkor véletlenül kigyulladsz, és nem tudod eloltani, vagy nem vagy felkészülve rá. És beteleportálnak hirtelen az igen, igen. És mekkora, de várjál, mekkora élvezet volt elvinni a végéig, és tényleg egy ilyen hatalmas űrháborút a flotta ellen lenyomni, meg a háromszor kellett kinyírni azt a hülye főbosszot. Nagyon jó volt. Az a játék, komolyan mondom, az egyik legnagyobb meglepetés volt nekem. Nekem PC-n szerintem lehet, hogy ez az évjáték a kategória, mert nem tudom, igaz, hogy nem az a nagy költségvetésű, de igazából meg kinőttem ezekből az egy chili-vili nagy költségvetésű tényleg szarokból, hogy majd jól néz ki, meg minden, 100 millió dollárból fejlesztetik, aztán játékidő meg tényleg egy óra is, igazából nem ér semmit ez egész. Szóval nekem tetszett, FTL. Így nekem van, FTL nekem bejött. Is nagyon bejött.
ha már science fiction témánál tartunk, akkor említsük meg az év csalódását is. Na jó, mi legyen az év csalódása? Mass Effect 3. Igen, Mass Effect 3. Egyértelműen az év csalódását írja, ő az esélyes. Igen, egyébként úgy összességében, tehát jó, oké. Tehát nem volt az a nagy, hogy mentünk a Citadellán sétálunk, kihallgatunk valakit, te figyelj csak, hozzátok már a lemezeket, kihallgatjuk, utána meg visszavisszük neki, hogy tessék, itt vannak a lemezek, amikről amúgy ti beszéltetek. De, tehát röhely, na mindegy. Alapjában véve amúgy nem volt rossz, nekem tetszett, egyébként a vége az igen nagy felháborodás volt, de utána kijavították, utána már nem volt rossz a vége, de azért ebből komolyan mondom, 3 óra hosszú alatt sokkal nagyobb sztorit írok, mint a bármelyik író ott a Mass Effect-nél, BioWare-nél, bármelyik. Azt mondom, hogy a Mass Effect első része, amit ugye még nem az EA égisze alatt adtak ki, de még nem az EA égisze alatt kezdték el fejleszteni, tehát még akkor nem vásárolták meg őket. Na azt mondom, hogy az ütött mindent, az fantasztikus volt. Az volt a legjobb, igen. Ugyanez igaz egyébként a Dragon Age Originsre is. Igen, az is, hát mekkora árkád lett a végén. Na jó, mindegy, Mass Effect 3 az év csalódása, hát nehéz azt mondani, hogy nem. Tehát igen. Nyilván, amikor egy Family Guy multiverzel játszik, akkor nyilván tudjuk, hogy tényleg szar lesz a játék. Igen. És Brian-nel, meg Stewie-val lövöldözzük. Igen. Meg az Are You Smarter Than a Fifth Grader? Igen. Mondjuk, igen. Abból csinálhatnánk egy videót. Az okosabb vagy, mint az ötödikesből. Az nagyon jó, igen. Okosabb vagy, mint egy ötödikes. A végén Dungard kolléga frusztrációból beírt egyet. Egy 8 betűs szót, nem mondjuk. Egy 8 betűs szót, B betűvel kezdődött, meg a vége. Igen, a legvégén, amikor végig alázod a játékot, és megvan minden cucc, akkor a legvégén azt mondja az Are You Smarter Than a Fifth Grader, hogy hát akkor gépelt be szépen az utolsó szót, ami szerinted ez. És akkor azt mondta, beírta neki, hogy hát szerintem ez. Nem volt jó a megoldás. Na, ezt azért tegyük igen, hozzá. Igen. Na, mi van még? Far Cry 3? Hát, nem játszottunk vele. Nem játszottunk. Kicsit játszottam, vele. Meguntam be valami Hát nagyon sandbox. Nagyon, tehát, nekem túl. Far Cry 3-ról azt kell tudni, hogy aki nagyon szereti a sandbox játékokat, annak be fog jönni. Igen, igen. Aki nem szereti a sandbox játékokat, az utálni. Ezért is nem mondok róla véleményt, nem biztos, hogy nagyon jó játék, de én bevalamizni bealudtam rajta. Szaladgáltam egy kicsit a dzsungelbe, mentem jobbra-balra, krokodilokkal harcoltam, meg autóztam, meg csináltam a küldit, kiszabadítottam az embereket az elején. Szóval hogy valahogy úgy mindig csak ugyanaz volt, és nekem igazából... Ellaposodott. Igen, ellaposodott, és biztos, hogy jó játék, tehát grafikailag én PC-n játszottam vele, gyönyörű volt, de nekem nem adta valahogy, nem jött nem be. Adta. Nem adta. Nézzük, mi volt még, ami tényleg jó játék Amiről volt. Amiről viszont boxon érdemes megemlékezni, és nem sokan játszottak vele, nem aratott nagy siker, holott nekem, meg Szakelbetyár kollégának is nagyon tetszett, ez volt a Sleeping Dogs. A Sleeping Dogs, nagyon sokat toltátok vele, és el kell mondanom, hogy ezért vettem Puffy Jackit. Mert ugye igen, a Red Bull set benne volt, és a Puffy Jack is kung fu stúdiója. Ja, nagy titok, így van a Puffy Jack. Az jó játék volt, nekem nagyon bejött, hogy játszottatok vele, nézegettem. Azt kell tudni róla, hogy igazából ezt a játékot tényleges triád, hogy mondjam, viselkedés mintákra építették. Tehát tényleg a kínai maffiának ezek a szeletelős darálós, tényleg úgy is hívják, hogy szeletelés slice. Ja, láttam, hogy felrabolta az embereket. Ez az egyik fő visszatartó ereje, amiért is nem árulják el a benne lévők se, tehát akiket zsarolnak meg kinyírnak, azok sem árulják el ezt a triádot. Hölgyeim és uraim, ezért... a kriminál pszichológusunkat hallották, most beszél a játékról, kérem. Így van, tehát igazából elég valósághűre próbálták megcsinálni bizonyos értelemben. De túl valósághű lett, nem? És igen, és sokaknak ez a keleti feeling, ez emészthetetlen. Tehát jó, egy idő után szép, mikor felszíjazzák a vágódeszkára a srácot, és akkor darabonként Mrs. Chu, az öreg asszony földarabolja. Fúj, amúgy ez tényleg gusztus volt. Vagy mikor, annál te is ott voltál, mikor a végén ott szétfúrta, meg szétszikészta a srácot. És ugyanúgy szaladt tovább. Hát az mondjuk hülyeség volt, hogy ugye átfúrt érdel utána szaladt tovább. Na mindegy, szóval sokak számára az nem egészen volt emészthető, meg ugye a baloldali közlekedés. Nekem se volt, nekem se tetszett, én most is a jobb oldalon megyek, nem tudom, mi lenne, ha a bal oldalt mennék, nem tetszene senkinek. Így van. Bár lehet nagy hit lenne, hogy tudom, ha utána még fel tudnánk tölteni, na mindegy. Oké, tehát Sleeping Dogs, az nagyon jó volt, de az is sandbox volt, nem? Hát elég sandbox volt, igen. De mondjuk ott azért lehetett követni a szálakat egész jól, tehát azért tegyük hozzá. Nem volt rossz, tényleg nem volt rossz egyébként. Nem tudom. A boxon mi volt még, ami jó volt? Hát figyelj.
lassan elérkezünk szerintem a végéhez, amiben mind a ketten megegyezhetünk, hogy igen, jó volt boxon. Hát igen, szerintem boxon a legjobb volt, amivel legalábbis nekünk, nem is tudom, a legtöbbet játszottunk, nem tudtuk abba hagyni. Már amennyi időnk volt munka mellett dolgozni, tehát ugye munka mellett dolgozni, azt is szoktunk csinálni. Azt is szoktunk. Szóval a Borderlands 2 nálunk a Game of the Year. Így van, ez egyértelműen a Borderlands 2 volt. Azért ez egy állatjáték. Tehát... ahogy mondod, tehát amikor itt kollégának, Sentinel kollégának farmoltuk a B-Shieldet órákon keresztül, és akkor megvolt a technika, hogy felugrunk, én az egyik oldalról berakom a turretát, ő bekapcsolja a Ganzert módot, kinyitjuk az ajtót, és akkor a srác gyorsan meghal. Így van, így van. És akkor utána annyi volt a lényeg, hogy ugye megszereztük, tök jó volt, és rájöttünk, hogy tényleg egy kalap szart se csinál, mert ugye a title update felülírt a B-Shield tulajdonságot, és elmentünk az első bosshoz, az jól elpicsázott minket. Na jó, utána annyi, hogy aki esetleg még mindig nem tudja, hogy működik ez, akkor nem a 4-es, hanem a 3-as title update-et kell aktiválni esetleg FSD alól. Aktiváljátok, és akkor utána már teljesen jó a B-Shield, tényleg 5-10 másodperc a Warrior is lehet Terramorphot is 10 másodperc alatt farmolni. Szóval ez jó egyébként, csak az a baj, hogy ezt is egy kicsit úgy meguntuk már, mert igen, a raid bossokat nem tudtuk elintézni, ugye a Pyro Peter, meg a Hyperius, meg a nem is tudom. Tehát már előttük az összes lőszerünket 50. szinten, ami csak belefért, tehát legbrutálisabb cuccokkal. Igen, ott van egy megoldás, ugye az Infinity pisztoly kéne, de hát annak 0,1 vagy 0,05, vagy nem is tudom, hogy mennyi az esélye, vagy dropolja az a Mad Dog, vagy nem. Szóval nem volt kedvünk már szórakozni vele. Nagyon jó játék, de több tartalom kéne hozzá szerintem. Több DLC, és nem is. Mr. Thor kampánya, mert az meg tényleg egy kalapszarvatal is. Így van, igen, cheater. Viszont a Scarlet Booty az nagyon jó lett. Scarlet Booty jó volt. Mivel játszottunk még? Nem is tudom, Game of the Year Edition, mert szerintem Borderlands az tuti, hogy... Az tuti, tehát ő volt szerintem. Ja, elkezdtük a Hitman Absolution. Hitman Absolution. Na, hát a Hitman Absolutionről nem hiszem, hogy fogok... Még csak ilyen first impressionök vannak. Hát first impression, de inkább lehet, hogy last impression is, mert az nagyon jó volt, addig minden nagyon szuper volt, hogy mit csináltunk. Az első küldetés. Első küldetés, a meg... A bevezető baromi jó. Volt, amikor a fecskendő tűvel kidobtam kb. 10 embert, tehát így kinyírtam őket. És akkor... Amiért kaptál legalább 8000 mínuszpontot. Igen, 8000 mínuszpont, de megérdemelték a szemétládák, mert jöttek ugye az árvaházba, és ott törték meg a többieket. Megölték az apácákat, meg mindent, tehát ezt nem értem, hogy miért nem volt egy kis, miért nem tettek bele egy kis vérengzős részt is, hogy na, ha már én vagyok a csúcsbérgyilkos, akkor már igenis szerencsétlen apácákat, akiket azért öltek meg, mert én vittem oda valakit, igen, hogy védjenek, mert épest, hogy az elején milyen jól indult, mikor altatunk a szakácsnak az ételét. Jó, teljesen azt hittem, hogy lesznek variációk, de a régiek, tehát az, én tényleg csak a régieket tudom szajkozni, hogy a régiben kaptam egy küldetést, és rám volt bízva minden is, és a végén kiértékelte, és nem voltak igen, ilyen idiótaságok benne. Szóval ez is egy, én úgy gondolom, hogy elértünk itt is arra a pontra, ami egy ilyen lebutított, ilyen idióta, tényleg kapjuk ezeket a agy nélküli játékokat, hogy nagyobb, szélesebb közönség tudja játszani vele, és igazából már a nehézségi fokuk tényleg, abba kimerül a nehézségi fok egyébként, hogy újra meg újra végig kell játszanod ugyanazt a részt. Hát ez nem nehézségi fok, ezt úgy hívják, hogy monotonitás, de mindegy, ezzel se értenek egyet a többiek, engem nem is érdekel, mindegy. Na, volt még valami jó játék? Hát, ami számomra jó játék volt PC-n, számodra nem, az a Crusader Kings 2. Tehát akik azt szeretik a stratégiákat, azokat próbálják ki, azok próbálják ki mindenképpen. Tehát valószínű, nem is ragozom, mert Sentinel kollega abszolút nem szeretem. Én már elaludtam most az előbb, amikor azt mondta, hogy tudjátok, az a stratégiai játék... Na, mindegy. Szóval igen, stratégiában biztos, hogy jól lehetett, én nem tudom, nem nagyon élvezem ezeket. Mi volt még? Tudod mit? Még egy... Na, tehát... Évjáték ez, legyen még board game, nem tudjátok, de nagy board game geekek vagyunk. Így van, most szoktunk is majd játszani. Oda fogunk menni. Jaj, ma Spartacus lesz, nem tudom milyen lesz, remélem jó lesz. Igen, Peter barátunk megvette a Spartacus. Így van, viszont melyik volt a legjobb board game, amivel játszottunk? Idén? Aha. Fú, Last Night on Earth? Last Night on Earth az jó volt. De na, azért volt jó, mert széthűültük egymást, tehát igazából igen, Last Night on Earth arról szólt, hogy nem mert két karakter egy, hogy mondjam, mezőn tartózkodni, tehát egy férfi és egy nő karakter nem mert egy mezőn tartózkodni, ugyanis ebben a játékban van egy zombi mester, aki irányítja a zombikat nem meglepő igen, módon, és ugye van egy olyan kártyája, ez a... Last Night on Earth? Last Night on Earth, tehát ez a neve a kártyának, ami ugye... Hagyd ne mondjam, hogy egy férfi és nő mit csinál az utolsó éjszakán. Igen, hogy nincs több idejük. Na jó, de nem csak ezért volt jó. És azért... folyamatosan ezt a kártyát játszották ki rák.
Igen, tehát nem tudtunk semmit, és közben a zombik meg henteltek mindenkit, és kinyírtak mindenkit. De ez jó játék volt, jó kis csapatjáték volt. Jókat nagyon tetszett egyébként. Jó volt. Na, úgyhogy szerintem Last Night on Earth. Vagy hát volt az a másik? Melyik volt? Hát még a Róma is jó volt, a Sulpicus-os. Ja, Sulpicus tényleg. Az is jó volt. Ja, sok mindennel játszottunk, nem is tudom. Ja, na mindegy, voltak viccesek. Nem is tudom, még akartam egy játékot idehozni. Csak nem jut eszembe semmi. Lassan ide is érünk, mondjuk. Igen. Te is kifagytál az ötletekből. Én is kifagytam az ötletekből. Ja, hát ez van, srácok. Köszi a figyelmet, meg a sok előfizetést, meg a sok jó, szép szót. Időközben tényleg felkerült sok VOD is, az is nagyon jó. Igen, Sentinel kolléga beleszerelmesedett a VOD-ba, én meg nagyon kiszerelmesedtem belőle. Tényleg az év MMO-ja, World of Tanks. Na. Az év legszarabb játék a World of Tanks. Hát, igen, egyébként. Van benne valami, sajnos kicsit negatívan lehet fogalmazni, jó játék meg minden, de gyakorlatilag ez is átment inkább a pénz verdébe, igen. Verdébe, amikor is a sok hülye inkább jön, mondjuk, hogyha van 15 fő egy csapatban, 2-3 tud játszani, a többi egyáltalán nem, ennek már semmi értelme ennek a játéknak így. Esténként még lehet játszani, amikor már sok kis troll lefekszik, akkor már talán van esélye az embernek valamit csinálni. Na, de World of Tanks, igen, abból még biztos lesznek videók, hogyha Szakály Betyár összehoz valami jó meccset, mert nekem aztán tényleg nem fog sikerülni. Nekem meg abszolút nem, mert én nem Dunger játszok már. Dunger most már nem játszik vele, de igaza van, mert azóta nyugodt az élete, azt mondja. Így van. Na, jól van, srácok, köszi a figyelmet, folytatjuk majd valamikor, ha még eszünkbe jut valami. Sziasztok! Sziasztok!